Hello, hello srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép napot kívánok. Hello, Tolmora, Hungary, Kovi, Brexal, Lila, Mina, Freeze, Jazz, Gizligeriből, Vendu, Flokista, valami jó név, cső minden jótoknak. Vissza vagyok, megjöttem, nyomjuk tovább a Life is Strange-et. Elnézést, srácok, hogy tegnap nem tudtam lenni, említettem nektek, hogy itt betegség sújtja végig kis családomat, úgyhogy inkább azt láttam a helyesnek, hogyha segítkezek itt a háztartás fenntartásában, apai teendőiben, meg egyebek, de minden rendben van, úgyhogy most már itt vagyok, és pótoljuk a pótolnivalót, folytatjuk tovább itt a tini lány kalandjainkat hatalmas lendülettel, mert az első fejezet a Life is Strange True Colors-ben szerintem igazán izgalmas volt, és ráadásul tök jókat hülyéskedtünk, beszélgettünk alatta, és hát még csak most indult el igazán a történet, most a cselekmény most indul be, megtörtént az alapvető konfliktus, úgyhogy hát alig várom, jó hosszú volt amúgy ez az első chapter, kicsit több mint 3 órás volt az a stream, tehát hogy nem tudom mennyi fejezet van, minden esetre nem is akarom, élvezzük a játékot ameddig tart, mert bele kell húzzunk srácok, az, az igazság, hogy nézegettem a megjelenéseket, jön itt a szeptember vége, október, november, úgyhogy el leszünk halmozva mindenféle játékkal, amiket jobbnál jobban várok, úgyhogy ügyesen kell majd beosztani az időnket, de megoldjuk valahogyan csak-csak. Mindenesetre Stoki Kleppi, 20% Makrancos Holcs, Just Rizli, Kimlor, köszönöm az állandó szüni nem akaró támogatásatokat, ahogy Marcelosnak is a donation, köszi az üzenetet, olvastam itt közbe. Igyekszem ezeket a dolgokat jól és ügyesen játszani, úgyhogy hálám a bizalomért. Steve King, Marcellus még egyszer, és Patronauta, valamint Frida nektek is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, egyébként erről nem beszéltünk legutóbb, hogy ugye az eredeti és a Before the Storm, azt hiszem érkezik remasterölve is majd, tehát hogy egy kicsit újra keverik a régi játékokat, nyilván ez csak vizuális fejlődés jelent, egy kicsit szebb lesz a játék, meg elérhető lesz az újabb platformokon is, úgyhogy aki nem játszott az eredeti Life is Strange-ekkel, az majd pótolhatja. Minden esetre mi, tekintve, hogy tetemes mennyiségű lemaradást kell behozzom a tegnap miatt, pergessük is meg a legújabbat, folytatjuk a True Colors-t. Ha! Abban a pillanatban visszavedlek, tini lányá. Remélem, sokat lesz ma Ducky. Our Texas... Jaj, ma nem vagyok olyan kreté hangulatban, mint az első adás alatt, de még kerülhetek, úgyhogy óvakodjatok. No. Kicsit hangos a játék. Visszahangosította magát? Vagy a menüben ilyen hangos volt legutóbb is? Érdekes. Ha mindegy, majd max lejjebb halkítom. Continue. Most volt valami PlayStation rendszer frissítés egyébként, lehet amiatt állítodott el a hang, de íme a második fejezet, Lanterns, avagy nem lámpa a lantern, mécses? Nem mécses. Félre vissza kép. I'm not big on speeches. Lámpás. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. Jedmond beszédet Gáborról, ugye? Akit elvesztettünk az előző részben. Issued a speeding ticket to someone on a bicycle before. Till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. Ugye mindenki a Gáborral közös élményeiről beszél. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. Ducky! The first was 2 years ago.
So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Pike is meghívta egy sörre, ahelyett, hogy megbüntesse. Like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people. But I only remember him. Ah, mindenkinek kellemes emlékei voltak Gabesszala. And then he said, I know! That's why the K is silent. Hogy neved, Basse? Then the fifth time... He cared about everyone. Ah, örődött mindenkivel. He was the kind of guy you wanted to be around. Mindenki körülötte akart lenni. He was a world-class bullshitter. És egy igazi hülye volt. He was my best friend. Ah. És hol van Ryan Gosling? All I want to say about Gabe is... He came into this bar as a stranger. But he left it as family. Idegenként érkezett, de családtagként távozott a közösségből. A bátyánk, Gabesz. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that... It wasn't an accident. Son. Na jó, most egy kicsit lejjebb hallgatom, mert hangos volt, és nem akartam megszakítani a megemlékezést, de hát most jön a konfliktus, mert Ryan azt mondja, hogy ez nem baleset volt. Now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. Mhm. And now... Now Gabe's dead. Elvileg azt mondja Ryan, hogy ő... That was my shift. Fölhívták a bányát, hogy ne robbantsanak. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. De Mac meg azt mondja, hogy nem telefonált senki. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. Na de várjatok! Szavaztok! Ez most tényleg így volt, vagy nem így volt? Hát de nem telefon... Mi szóltak a bányászoknak, hogy ne robbantsanak? Én erről lemaradtam. Azt mondják, hogy szóltak a bányászoknak, hogy ne robbantsanak, mert mennek. Hogy telefonáltak. Meg azt mondja, hogy nem érkezett semmilyen figyelmeztetés. Én nem emlékszem, hogy... Pedig mondta? Jó, jó az én figyelmem, mert ne izéljetek. Szavazatok alapján nem egészen így volt. Hát de nem, hogyha így volt, hogyha mondta, akkor így volt, akkor azt mondom. He's right. I was there when Gabe made the call. De mikor? I'd like to hear what you have to say about that, Mac. I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Gabe telefonált. Én nem emlékszem rá, de én hülye vagyok. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about we review the sequence of events? Ajaj. Son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Halkítsak még rajta, srácok. Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. I told you there was no... Igen, ugye arról beszélgetnek, hogy milyen véletlen egybeesés, hogy Mac, aki ugye összeverekedett Gabe-bel, pont akkor volt szolgálatban, és nem kapta meg a hívást, hogy állítsák le a robbantást. Tehát konkrétan Ryan azzal fenyegeti Mac-et, hogy direkt nem szólt, hogy ne robbantsanak, miközben beérkezett a figyelmeztetés. Call to miss. Okay, maybe the call got dropped. Oh shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad.
This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... No, Mac, Maggie, company phobia. Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Ne veszekedjünk, mindenki Gabe miatt van itt. Sure, I'm sorry. It's not... Hát de nem mindegy amúgy, hogy ki a felelős. Én szerintem az öreg virágboltos néni a felelős, de én ezt megmondtam az elején. I'm not the one who killed him. Aren't you though? Oh! What the fuck did you just say? Hát ugye ő vágta le tulajdonképpen a kötelet, és hogy ő a felelős. And back off. Oh, I'm just saying. I thought I heard that you Mac, were the one. You shut the hell up. No. Aye. No, go ahead. You got something to say, Mac? The Mac nagyon kéri a pofon. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Aha. Igen. Hát elég sok az indulat. Mindenki mást akar felelőssé tenni. Érthető. Alex meg inkább elmenekült. De jól visszafogta magát, hogy ne robbanjon be ebbe az egészbe. Igen, hát ha nincs levágva a kötél, akkor mind a ketten lezuhannak, Alex. Tehát jól cselekedett. Már hogy rájam. Hey. Fuck those guys. Egyet érte. Yeah. Are you okay? Jól vagyok-e? Jól leszek majd. I guess. Not really. But I will be. Idővel. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you... it's messy... But do you want to come in? Beinvitáljuk magunkhoz Steffet. Hát most azért ez egy elég szomorú időszak lesz, úgyhogy kicsit vissza kell fogjam a különböző humoros megjegyzéseimet, mert hát basszus, meghalt a bátyja, pedig most utazott ide. De hát ez a Life is Strange világ, ez már csak ilyen. Minden esetre azért megvigasztalhat, persze. Játszok-e a gitáron? Ajándékba kaptam Gábortól. Sort of. It was a gift. From Gabe. Yeah, igen. Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Mindig a bicajával menőzött Gabe. Until he wiped out. That was hilarious. De béna volt. Milyen jó, meg van festve a csocsóbábú. Vagy rajzolva. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. Mm-hmm. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Ő is alig várta a kis szerepjátékot. Yeah. Itt mindenki geek ebben a faluban, tök jó. Mennyivel szebb világot élünk már, hogy geeknek lenni menő, mint mikor én felnőttem. We took this a year ago. We... No way. No.
can't. Mi van a közös fotóval? But... Ja, ott a fuszbálcsem. Ja, Steph-től kapta ajándékba? Ezt a piát? Várj, a kék aura az mi volt? Sorry. I just need a minute. Az a Keen volt, ugye? Az Anguish. Most nem vágom, hogy mi van. Whatever that bottle made her think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. Jó, valami nagyon úrrá lett. Sadness, to figure out how to help her. Aha, a kék a szomorúság. Valami nagyon elszomorította ezzel a üvegpiával kapcsolatban, amit megtartott Gabe. És rá van írva, hogy foci bajnok. Úgyhogy most jól kianalizáljuk, hogy mi a problémája a kislánynak. Jedi erővel. Wow. Aha, és akkor most úgy látjuk a szobát, ahogy Steph látja. Now I can find out what's really going on with Steph. Ah, na egy kis nyomozós dolog. Most akkor gondolom, ugye vannak érzelmi kötődései Stephnek a lakásban található tárgyakhoz, és akkor ezeket meg tudjuk vizsgálni. Tök jó. Fontos, csak nem akartam elmondani a beszéd közbe. Jött a PlayStation 5-höz egy update, egy frissítés, és be lehetett kapcsolni most már a 3D audio funkciót, hogy a streamer setupon keresztül is ezt az audio feature-t használjam, és ezért lett hangosabb a játék tegnap előtthöz képest. Nekem most sokkal jobb a hang, nem tudom, hogy a streambe változott-e valami a hangminőséggel kapcsolatban, majd újra fogom hallgatni a vodot. Nekem sokkal jobb lett a hang, hogy így ezt be tudtam most kapcsolni, majd megnézem. De remélem, hogy azért fasz a hang. A lényeg, hogy halljátok a dolgokat rendesen. Ne legyen túl halk, meg túl hangos. Na de, bocsánat, kis technikai kitérő. Nézzük meg a tárgyakat. Damn it, fucking overpowered blue meteor. Aww, is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. Van egy ilyen érzésem, hogy Steph... barátságnál kicsit többet érzett Gabe iránt, de nem akarom rossz irányba vinni a legutóbbi Narniás történetünket, majd kiderül. What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm! Badass! Ja igen, a fuszból a csocsó, rosszul mondtam, focit mondtam az üvegre, igen, csocsó bajnok van írva a PR-ra. Együtt zenéltek és együtt játszottak, ezt tudjuk. Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, wait. Hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost 50 bucks. Elég sok időt töltöttek itt együtt ebben a lakásban. De persze ez nem jelent semmit. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst. Can't believe I have to stay in this stupid town. Uh-huh. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Okay, szóval volt egy fogadásuk, egy csocsó fogadásuk, hogyha Gabe nyeri a csocsó meccset, akkor itt marad a városban Steph, ha pedig Steph nyer, akkor Gabe fizeti a buszjegyét. Tehát lehet, hogy Steph el akart költözni, utazni, de mivel Gabe nyert, ezért maradt itt. Most a kérdés az, hogy még meg kell-e találjak valamit. Mert az összeset meghallgattuk. I need to find out why Steph is so upset. De nem jöttünk rá az okra. De hát nyilván gondolom arra emlékeztette Steph-et, hogy miatta maradt itt. Steph? Sorry.
This is so embarrassing. I just need some time. Okay. Ja, várjatok, okay. Ott egy pia. Aha. Egy pohár. Ezt is meg kell hallgassuk. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. Aha. I moved to Denver. Denverbe akart költözni, Steph. I think I know enough to help her now. Uh-huh. Tehát Steph el akart költözni Denverbe, de úgy néz ki, hogy Gabe meggyőzte, hogy maradjon itt és ne költözzön el, és ezt jelképezi a piás üveg. Az volt az utolsó fogadásuk, a csocsó meccs. Still can't believe he's gone. Yeah. He's the whole reason I'm still... Igen. I'm sorry, Alex. Csak Gabe miatt maradt a faluban, vagy a kisvárosban itt. Miről beszéljek? A videójátékról, a zenéről, vagy a futballról? Hát most nem tudom, hogy sorba kell-e menni. Tehát, hogy először a PR-ról volt szó. Can I get you a drink or anything? No, thanks. I appreciate the offer, though. Sure. Igen, most nem tudom, hogy mire akart rávenni a játék, hogy... That wasn't right. Aha. Na jó, de... Hát most értem, hogy a csocsó miatt maradt itt. Kíváncsi vagyok, hogy mi a logika, amit a játék velem meg akar értetni, csak én hülye vagyok hozzá. How about a quick match? Igen, az rossz. Igen. Uh-huh. Did Gabe tell you we played? Elmondta a Gabe, hogy játszottak. Most erre azt mondjam, hogy igen, miközben nem. Megérzés volt csak. I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Igen, az a baj, hogy itt minden rossz dologra emlékezteti. Fine. Na ugye. Na gyere. 1v1. Mehet az 1v1. First to 5 points? If you say so. Nem ár, hogy játszani kell. Hát én nagyon jól csocsózok, ezt ugye több alkalommal láthattátok so, már. How often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Mm-hmm. De várja, melyik a... Hát nem tudtam megjegyezni. Nem tudtam, de nem is volt idő a kontrollokat. Minigames. Fuzzball. L1. Na jó, de hogy tudom mozgatni őket, a bábukat fölle? Nem tudom mozgatni őket. You were in a band, right? Yeah. What'd you play? Ja, hogy, hát de most megmozgott magától. Ott van! How long did you play with them? Too long. Nyugi, inasba rakom. Gotcha. De hát... Az a baj, így nem tudok a beszélgetésre figyelni. Nem tudom, mitől mozog, srácok, fölle. De én szanaszét verem azért. Várjál, visszajön. Ott van! Nyugi, inas. De a beszélgetésre kéne figyelnem, nem a csocsóra, az a baj, hogy... Mondjuk sokat nem beszélgetnek. Ott is van, 3-2, inas. Jó, haló? Ott van! Ott kész, teljesen, totálba rak. Lehet, hogy ezt nem kellett volna, és hagyni kellett volna. That's game! Yep. Big shocker. Oh, hey, at least you lehet, hogy hagyni best. Kellett volna, basz. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game. Requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? It's great to play with you.
Hát amúgy. Okay. Joking aside. Csak vicciztem. This stupid game with you is exactly what I need right now. Köszi a játszást. You're on. Na most bedurv, na gyere bazd meg. Ez volt a tutoriál. Szana szét raklak, mármint hogy csocsóban is. I'm actually trying this time, so you better focus. Ja várjál, most azt mondta, hogy most bekeményít. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Várjál, ez most már komolyan nyomja. Hú, az meg. Greatest Northwest band of all time, go. Are you trying to distract me? Azt mondjuk, most nagyon keményen küldi. De most már én is pró vagyok. Slater Kinney, if you were wondering. Jó, 2-1. Ez kurva jó amúgy. Az meg. Hey! Az meg. 2-2. Ott van! 3-2. Hűkapus! Kenyed neki! Nem jön ki! Def! Bassz meg! Nagyon nehéz! Hú-hú-hú. 4-2. Nyugi. Kontrollálom a dolgot. Hát a magyar egy foci nemzet. Erre nem gondoltak a készítő. Woo! Shit. Oh, that's weird. Ez kurva jó. Nagyon jó volt. I was actually trying that time. Hát, bocsi, Steph. Okay, wait. Let's get serious. One more game. Winner takes title of ultimate foosball champion. Úristen. I don't know. Élhetek az ultimate champion. What would be all about is playing like this. Na jó, van baszeng. Well, then it's settled. Okay. Ez a döntő meccs. Srác, ez a mindent eldöntő. Soha nem gondoltam volna, hogy csocsózni fogok egy Life is Strange-be, de imádom. So many marbles. Definitely the kind of game you want to focus on. Ezt nem látta senki. Totally. De hogy szedi ki? Hey, so are you into girls or what? Egy-egy. Both. Nem tudom, hogy mit volt a kérdés, ne haragudjatok. Assuming they're my type. What's your type? Most a csajozásról beszélgetnek konkrétan? Bazzek, hát így nem tudok figyelni, hogy közben leszbíznek, hát ne idegesítsetek már! Majd utólag a cseten mondjátok már, hogy mi volt a kérdés. What? Vezetek? Nem, 2-2. Bassz meg! How old are you exactly? Old enough to know better. A végre! 3-3. Csal! De csal! Ki jött? Az... Nem, ne. Ezt nem bukhatjuk el. Ott van! Szedd ki, te köcs! Mármint, hogy drága Stephanie. Ne, de nem lehet, hogy minden... Nem! Apátfa, nem! Nem. House of Chen crumbles at last. Hol lehet ezt újra? Hol a checkpoint? Nem, biztos, hogy nem. Good game. Szóval mi volt a kérdés? És mit válaszoltam rá? Döntöttél a nemi identitásról? A meccs közben? Hát de hogy lehet egy ilyen fontos És mit válaszoltam? Hát nem, férfi vagyok, nem tudok két dologra figyelni egyszerre. Ja, azt mondtam, hogy mindkettő. Oké, akkor baszó. Thank you. Nyitva hagytam a kaput. You're a much better loser than Gabe. That's no fun. Sorry to spoil the victory. Látjátok, ösztönösen a jó megoldást választottam. Jó, hagytam nyerni amúgy. Jó, most... Haszom. Na, mi történt?
So, what are you gonna do now? What do you mean? That shit with Mac. He's clearly lying, right? Mit gondolunk Macről, hogy hazudik-e? Mármint azzal kapcsolatban, hogy nem érkezett meg a hívás. Hát azért ezt még meg kéne tudni többet. Amúgy nagyon idegesít, hogy nem emlékszem arra, hogy gép telefonált. Hogy hogy lehet, pont pofáztam valami hülyeségről, vagy na, bocsánat. Meg kell tudnunk többet. I'm not sure what Max deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself and for Gabe. Valaki, hogyha le tudja írni, mikor volt ez a telefonálás pontosan, hát ha eszembe jut. No matter what. Na, nagyon idegesi. Thank you. Mindenesetre meg akarjuk tudni, hogy mi történt pontosan. Azt mondja Alex, hogy kinyomozzuk az igazságot. I should head back to work. Cool. Kösz a meccset, Steph, bár fullosan csaltál az utolsóba. Itt a szexuális irányultságommal elterelted a figyelmemet. Bye. Mielőtt bementek az épületbe, aha. Bye. Na jó, és láttuk, ahogy telefonál? Vagy ott hagytuk telefonálni? I know Gabe made that call. Uh-huh. But did Mac really let the blast go off just to get back at him? Jó, tehát az biztos, hogy telefonált. A kérdés az, hogy Mac szándékosan nem továbbította-e az üzenetet. Nem voltunk ott, amikor telefonált, csak azt mondta, hogy megtette. Láttuk, hogy beszél, de nem hallottuk, hogy mit. Aha. És azt mondta a gép, hogy elintézte. Oké. Köszönöm szépen. Annyira tipikus egyébként, hogy így figyelek mindenre, próbálok fordítani nektek, de az egyetlen pontot, ami fontos, azt... azt nem. Mindenesetre egyértem, hogy Alex hisz neki, miért ne hinnénk neki, azt mondta, hogy elintézte. Spakoljam el a szennyest? Elpakolom a szennyest, mielőtt lemegyünk. Rend a lelke mindennek. Ez az. Takarítani muszáj. Ez egy fontos döntés volt, hogy elraktuk a gatyát. Snowboard. Hát már szétnéztünk eleget a lakásban. Úgyhogy igazából lehet, hogy lemegyek. Igazából... Ah, még... Ah, na! Megcsináljuk a házi munkát. Hát egy kis mosogatás jobb kedve deríti az embert, nem? Én is mindig ezt szoktam itthon mondani, hogy kicsim, mosogass el! Ne veszekedjünk, mosogass el! És akkor általában egy 20 perccel később ébredek föl. Az ájulásom után, amit egy erős ütés... Mármint, hogy... igen. Jó, akkor el is mosogattunk. Nagyon jó. Ezt eltakarítjuk a maradék kaját. So long, depression food. Nagyon jó. Clean mind. Right, Dr. Lin? Így van. Mindent el kell pakolni, különben az OCD összeomlik. Na láttok-e még valamit? Hát még mondjuk itt is van ilyen szennyes, meg ilyen dolgok. A táskám. Essay. Susu! Hey, Susu. Thanks for sticking around. Ah, nekem is kell egy susu. Át tudunk költözni. Tényleg, hát a fancy szerelésem. A játék azt hitte, hogy nem veszem észre, hogy itt lecserélte a cuccaimat. Ó, most nem enged átöltözni. Ja, de! Ah, ez tetszik. Ha én lány lennék, én ezt venném föl. Úgyhogy, ha valaki randizni szeret... Na, nyugi. Nekem ez a legjobb. Ez csini. Jó. Igen, ott volt egy Wolf Brothers easter egg a kettőhöz, igen. Ott az a felszerelés. Igen, elvileg le kell menjek majd. Itt. Előbb nézzük meg a leveleket. Small event. Aha. Ja, Jed akar tartani nekünk egy ünneplést. Jed kérdezte, hogy kell-e valami a boltból. Thanks, Jed. És Jed azt mondja, hogy miénk lehet a lakás, ameddig csak akarjuk.
Jó. Most kezd átborulni Jed abba az irányba, hogy túl kedves. Tudjátok, nekem mindig volt az a problémám, ha valaki túl kedves. A Jed most már kezd túl aranyos lenni. Dorky, Stroke, Laser Squirrel, Christian, Toamora, Gabes, Nemárhún, Atak Helikopter, KV, Frida Patronauta Márcához. Köszönöm szépen a támogatásokat, srácok. Jó. Na nézzük, mi van itt. The answer, my friend, is blowing in the wind. És szélforgó, üres üvegek, mármint, hogy sörös dobozok. Le lehet ülni, csillezni? Aha, mint a játék elején a hídnál. I thought this was going to be the one. Finally. Despite all the disappointments, I really let myself believe. Igen, Alex nagyon hitt benne, hogy most fordul jobbra az élete, hogy végre ide jött. I let myself hope. Really hope. For the first time in years. Évek óta először bízott benne, hogy most minden oké lesz. Even after I freaked out in front of you and hit you, you didn't push me away. You sat right there and told me that I wasn't broken, that I was special, and I belonged. Éreztetted velem, hogy különleges vagyok, hogy ide tartozom, még akkor is, mikor megütöttelek. Then I don't know what to believe now, except you're gone again, and I'm still here. És te megint eltűntél az életemből, én pedig itt ragadtam egyedül. Hát ja. Elég szép a játék, ahogy írtátok is egyből a cseten, nagyon durva a kilátás. Jaj, Alexem, hát... Ne aggódj, apró humoreszkieim majd felvidítják ezt a történetet, Alex. Bár te nem hallod őket, csak a nézők, de... az is több, mint a semmi. Igen, ez a Colorado zászló, a gria, de milyen jól le lehet nézni a városkára is. Hoppácska. Az ott az mi az? You could stay here too. I wouldn't try to stop you. Yeah, good. I'll be the only trans person in a town with a population of like 4. That sounds like a blast for me. Thanks for not trying to stop me. I'm sorry, Izzy. It's not you, and it's not the band. I fucking love that shit. But I need to try this. It's just time for something new. Aha. I knew it. I knew this would happen eventually. Fucking see you around, Steph. Okay, szóval itt maradt egy kitűző, ami Steffé volt. És... ebből kiderült, legalábbis ha én jól értettem, hogy Stephnek volt egy bandája, akiket elhagyott azért, hogy itt maradhasson. És egy transz csajjal beszélgetett. Ezt nem tudom, miért volt fontos megemlíteni egyébként, de a játék fontosnak tartja azért ezeket a társadalmi normokat bemutatni. Én jobban szeretem, amikor van kontextusa ennek. De lehet, hogy később fontos lesz, hogy egy transz barátnője vagy barátja volt Stephnek, akivel közel álltak egymáshoz. És lehet, hogy utánuk akart menni Denverbe, amikor Gabe meggyőzte, hogy maradjon. Mindenesetre megtudtunk egy kicsit az ő előéletéről. Izzynek hívták a fiút, lányt? I guess, I don't know. Oké. Okay. Azért ez elég fontos volt ahhoz képest, hogy opcionális, és ide nem lett volna muszáj följönni. Na jó. Ezt majd bedobjuk Stephnek. Izziék elmentek Izzybe. Nem, hát ugye azt mondta Izzy, hogy ő lenne az egyetlen transz ember ebben a kis falucskában, és hogy neki ez nem egy élhető közeg. Pedig szerintem egy ilyen kis falu befogadóbb lehet a más emberekkel, mint egy nagyváros, vagy nem? Nem tudom. De hogy oda így könnyebb beilleszkedni, hogy ismersz mindenkit, csak kevésbé néznek ki mondjuk, mint egy nagyvárosban, nem?
Igen, Stephnek van egy külön story DLC-je, Nodi, jogos a kérdésed. Én szerintem az nekem nincs meg. Szerintem nem ilyen deluxe edition-en van. Bár nagyvárosban jobban el lehet bújni idézőjelbe, rá se hederítenek. Lehet, nem tudom. De egy kis faluban meg sokkal személyesebb kapcsolatod lehet mindenkivel. Ott nincs az, hogy mutogatnak rád, hogy puzi vagy, transz vagy, Nem, bár nem tudom. Szóval nyilván erről nehéz úgy beszélni, hogy közöm nincs hozzá, tehát hogy nyilván fogalmam sincs, hogy milyen lehet ezeknek az embereknek.